Oké, mi a téma fölöttem? Jön az autópályán, jön a kocsi. Beállítottak minket. Na jó, az a lényeg, hogy csinálok egy évértékelő videót, és lesz kis kulissza, lesz itt minden, de. Szóval tartsatunk velünk. Mi lesz a YouTube címe? Várjál, hogy hogyan épültünk le egy év alatt. Na jó, akkor induljon a show. ...2020-ban melyik a top 3 kedvenc videótok? Az első videó, az nyilván nekem az első videó volt, székesfehérvári, amikor elmentünk az erdőbe, és akkor ott megnéztük a hajléktalanokat. Nekem igazából azért, mert én ott éltem egy évet, amikor így nagyon le voltam csúszva, és hát így megérintett. Én akkor találkoztam először Regivel élőbe, és a Csabival pedig másodszorra találkoztam élőbe. Meg ugye ott volt a Hókpeti, és akkor ott indult el nálam ez az egész, hogy akkor akarok én is videózni. Nincs egy kis sör vagy bor? Nincs. Kurva anyádat egy csádám, hogy ledobtad, bazd meg. A legnevezetes csidejú az a sűrtőmingevés, amúgy a csárkádban. Ez egy svéd étel, amúgy. Mondd már neki Csaba. Meghaladjál tovább, mert lehet, hogy a nagy okos vagy, meg TikTok sztár vagy, de beleszarok a szátokba. Megkérlek még egyszer, hogy ne filmezz, és azonnal töröld le. Most szerinted téged filmeznek? Hát egy ilyen polgárpukkasztó dolog volt, hogy a csapitalista... Tehát a csapitalista hőre egyébként bementünk akkor. Sűrtőminggel, ami ugye a világ legbüdösebb hala, úgy bizony, de azt tetszett a legjobban. Mert ugye sokáig terveztük is azt a videót, hogy hol csináljuk, mikor csináljuk, mert a bankrablás. Nekem, én szerintem szlovákos videó. Milyen érzés volt csőhöz valaki állva? Figyelj, megmondom őszintén, hogy meglepő volt. Azért sok-sok-sok ezer forint értékben ugye lehetett találni portékát, tehát élelmet, zöldség, gyümölcsöt, cip, alig használ. Igen, bocsi, benszorogunk, nagyon sok komment jött, hogy mit tettük bele a dolgokat. Nem mit tettük bele, boxoljuk le, nem mit tettük bele. Akartuk volna játszani, akkor minek tettük volna ki a címeket, hogy mit, hol és hogyan lehet. Nekem nincs top 3 2020-as videó, mikor ez mindegyik tényleg jó, most nem nagy képviselőből, mindegyiknek megvan a maga szépsége minden egyes videónak. Inkább azt mondanám, úgy különíteném el, hogy amik már régóta terveztünk videót, és 2020-ban valósult csak meg, tegyük fel, ez a futópados, az a rengeteg szopás volt, ugye majdnem szanaszét törtem magamat, kaukciót buktuk a csapattal, szóval hát nagyon szopás volt, de mégis végre meg lehet csinálni a videót. Amikor bezárva a hajléktalan szálon, az is nagyon régen volt már tervezve a videó. Ez a hely, én nem mondom. Ez nagyon kemény. Szóval lehet, hogy boxolni kell a felsőt. Ott majdnem beszoptam, mikor jelentkeztem, mint hajléktalan, hogy ott szeretnék aludni, és a Peti is ugyanúgy jött be utánam, és mondta, hogy ő is csöves, és ő is bent szeretne aludni. Amit a Ragi meglátott, ezt nézzük. Tehát bemeltem egy konditerembe, bekeltem magam zárat. Jó, oké. Tényleg rohadt jól éreztem magam, hogy a forgatás alatt az a sústömminges volt. Nagyon káosz is volt az egész, én szeretem ezeket a káoszos dolgokat, amikor még... Tehát még azt se tudtuk, hogy meg lesz a videó egyébként, amit felvettünk. Annyi szekus meg életemben nem láttam. Igen. Szerintem egy sem, hogy tolnak kifele. Igen, ott kísérgettek az őrök, akkor ott volt a Wanted Razó. Tényleg? Éppen kaját kérte. Igen. Fölkavarom az álló vizet pillanatok alatt, mindig illegálva tolom, éhes vagyok, mint a vadon. De nincs egy sörötök vagy borotok, bazd meg. Na ki vagyok száradva már. Akkor, amikor koronavírusnál egyébként a Hitler ezt bezárva. Ezek nem kérjük tovább a koronavírusról. Tehát azt tetszett egyébként az egészbe, hogy teljesen, akik oda bemennek, akkor zabálják azt a sok szemetet, szutykot, és mi bementünk egy ilyen ukrán lejárt konzervet. Fölbontottuk is, hogy így lehet a McDonald's-os
szutykot egy kicsit így lehetővé tenni, na. Szerintem a tavasszal volt. Csúszvéti káosz videó. Szerintem arra mindenki emlékszik, szerintem nagyon sok embernek a top. Mi van? Pont live volt, és úgy. Igen. Mert van káosz a videók, a forgatáson, de pont egy live volt. Élőben valami el van pont kapva. És az lehet, pont elkapni mondjuk a pillanatot vagy jelenetet. Egy dolgot sajnálok, amikor a rendőr letepert, hogy azt nem lett már elkapható. Az a felvétel, hogy nincs meg, azt én nagyon sajnálom, amikor eltörte a személyét a kedves hatósági személye. Akkor lebontanám a túlélős videók sorozatra. Ott is van egy csomó jó rész, ami egyik kedvencem, az szerintem a portugálos, a külföldi videók közül. Ott is nagyon sok komment jött, hogy kurva anyjádat, ez bizt, de gazdag vagy, hogy mentél ki Portugáliába, pedig pont ugye elmeséltem videóba is, hogy elmentem Angliába, leforgattam a hogyan épül London videót, aztán visszautaztam Franciaországba, ugye sok átszállással mentem, Franciaországba, át Lisszabonba, ott forgattam, utána átlógtam vonattal Portóba, Portóból visszarepültem Belgiumba, Brüsszelbe, és utána Brüsszelből Budapestre, és az összesen volt 20.000 forint. Szóval a gyerekek így meg lehet oldani, meg ugyanezt mondta a Bartos család is, hogy biztos én stábban mentem ki, meg biztos van pénzem, mert a tengerpartot lát valaki, akkor már egyből van pénz, de közben sehol semmi. Ami még kedvencem, ez a chili paprika tesztelés egy ilyen interjúztatással, mert ez kurva vicces volt. Ne autó, csak körülbelül 26 éves korom ott tavon. Köszönjük szépen a választ. Hogy a szerinted erősebb volt a Karolina, vagy a ez volt? Nem, a Karolina Reaper az sokkal kevesebb ideig volt hatásos, mint a az nagyon sokáig csípett az a Purple Reaper. Meg Ice Toy! Még az... Mondjad! Még az volt egyébként a legnagyobb buli egyébként az egészben, amikor kint voltunk Dinnyésen az összehullott tanyámba az meg. Nem, a kutyok sörbe volt fel, kutya. Az is egyébként a kedvenceim közé tartozó katonáján volt. Ott a bor! Jó! Itt a bor! Da. Okay. Köszönjük, Ádám! Köszönjük egyébként, Csádám! Baszódjál már meg! Petinek megettem a... Az egy éve előtt. Az egy éve. Miért tetszett az a videó? Hogy megettem a telefonját. Elpusztítottam a kapitalizmust, megettem a telefonját. Az a helles. Az a helles volt, meg ott elég sokan be is telefonáltak. Igen, és értelmes kérdéseket tettek föl. Azt szeretném kérdezni, melyik videódra vagy a legbüszkébb? Ez egy jó kérdés. És szerintem ez egy jó videó volt, és hogy szoptál vele meg, hogy tele van a tököd, mikor telefonáltunk, és hogy nem szívesen vágtad, meg ahhoz képest szerintem meg... Jó lett a vágás is. Ahhoz képest szerintem, tehát te ilyen 20-30 ezerre satszoltad, hogy kb. Annyian fogják megnézni, azért sokkal többen szóval nézték meg. Szóval Dick Johnsonnak nagyon szépen tényleg, ami nem tudjuk kiszámolni, melyik az, ami nézette, melyik az, ami nem. Tehát, hogy nektek éppen mi tetszik, az nagyon nehéz így besatszolni. Meg mikor a YouTube le 18 azzal, vagy éppen nem családbarátom, nem tudok kezdve, már megáll a szárnyalás, mert az algoritmus akkor így már csatton is, és nem dobálja föl a videót, ugye. Egy nap alatt fölment majd 20 000-ig, aztán... A katomos videó egy top 2-ben aztán az algoritmus, tehát csattintottak egyet, mert lehet 18 azzal. És azonnal megállt, és elúszik. És vége. Hogy járd a szigetes. Én azért, mert akartam egy olyan tematikájú videót Magyarországon, ami itt nem nagyon van, sőt, annyira nagyon külföldön se jellemző. A sok mostani videó is tetszik azért, mert így vágás minőségileg, hogy mink a Barni segítségével egyik nézünk nagyon sokat segített, hogy akkor a drónképeket beletett, vettem egy macskásba, illetve a Chameleon szimulátorba. Szóval jó fejlőd, lehet látni, hogy fejlődik a videózás minőségileg és grafikailag és mindenhogy. Nyújtod ki, lábad fogyasztva, úgy. Ez hülye.
Persze! Ah, ez hiányzott nekem a sárnak délutára. Ja, vagy szerintem mégis senki nem tisztott. Mik a jövőbeli terveitek? Mit csinálsz a csatornádon? Mi van a csatornádon? Az én csatornám az igazából rapzene, tehát hogy ott rapzenével foglalkozok. Most jelenleg kész van 3 új zeném. Januárjában fog jönni a klip, ami egy gangster rap lesz. Gangster zene meg ilyenek, mert úgy full hiteles vagy, mert ugye te bűnöztél meg. Így van. 10 évig kábítót szerettem, 2 év körözés volt rajtam, 6 éve tiszta vagyok. Hát havonta egy-két videóval fogok egyébként nagyba így jelentkezni, úgy bizonyá. Ha esőt videóval fogok csak jelentkezni a Battos hivatalos ponton. Tartalmasabb, hosszabb csídejokat fogok egyébként jelentkezni, úgy van. Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok. Da! Ne csöpögjél túl, drága pötte! Bazd meg, le fog menni a kamera, kurva anyját! Szeretnénk fellépni, mint bulikban. Szóval ki szeretne bebaszni? Azt adja fel a kezét, ki szeretne bebaszni? Gezi soron vagytok, ennyi sörünk nincsen! Ugye, szeretnék klubokba fellépni, szeretnék én polgárpukkasztó műsorokat csinálni, illetve eljárni házi bulikba. Azt már nyáron elkezdtük, és itt van mellettem János, akit a házi buliba ismertünk meg. Yeah, motherfucker. Sziasztok. Csácsú, mit cső? Ugye, te nem tudtál róla, hogy a drága testvéred és a drága édesanyukád ugye megrendelt úgymond minket a Petivel, és utána ugye eljöttünk, amit te nem tudtál róla. Peti. Ez most mi? Gyakori kritika. Általában negatív kommentben kapunk, miért van benne Ádám, miért van benne Kihok, miért van benne vagy a Joker, és akkor mindig vannak ezek szarkeverések, majd mi eldöntjük, hogy kit teszünk bele a videókban. Do you understand? Igazából ti nagyon sok mindent nem láttok, hogy például tegyük fel az Ádám milyen is valójában, csak a videóból láttok egy jelenetet belőle, ő is csak 18 éves, mert nagyon sok mindent köszönhetünk neki is, szóval tényleg egy jó fejsrác. A Hókról is szeretnék beszélni, ő is nagyon sok kritikát kap. Ugye a kretének előtt őt is nagyon sokszor már felismerték az utcán, és nem a kretének miatt, mi a kretének előtt ugye volt a RTL és Balhéja, ott szerepelt már tévében. Szóval tényleg egyéniség, meg amikor munkahelyre elhívott egy buliba, és ott is olyanokat csinált, amit nem hittem el. Jokó, teavaj, kakaó, túró, kefir, csudajó! Ugye Joker is beszólt a Bartosnak, így a kreténnek, neki nekünk beszólt, és akkor mi is szóljunk vissza, és akkor legyen ilyen szócsata, meg ilyen háború, fasság, mert igazából átlátunk így a videózáson belül, és nekünk Joker nagyon szimpatikus volt. Én beszéltem Bartossal is, októberről mondom, találkozna ezzel a csávóval? Találkozna? Persze. Szóval Joker is tényleg tök jó pozitívat lehet mondani, ért a videózás. Itt van egy sztár vendég, gyere, Viskó City, I am Richie 09. Sziasztok. És ő szeretne adni egy kis donét ajándékot, ez mi ez? Ez egy Rode mikrofon, jó hangminőség. Gyerekek, és fejlődik a cég, szóval Richie-nek is egy hatalmas tas. TikTokon nézzétek, kövessétek gyerekek, szóval... Használjátok egészséget. Nagyon szépen köszönjük. Na jó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, I am Richie 09-re, mindenkire 2021-ben folytatjuk tovább a show-t. Gyere, Peter. Disneyland! Ka
kettel, három, Vizián! Akkor egy nyári élen, nem érdekel semmi infó, készen részegen. Most tudja meg a világ, hogy itt vagyok, és reggelig a kreténekkel partizom.